pásztor tűz ég őszi éjszakákon, messziről lobogva tenger pusztaságon. Toldi Miklós képe úgy lobog fel nékem, majd 9-10 ember öltő régiségben. Rémlik, mintha látnám termetes növését, pusztító csatában szálfa öklelését, hallanám dübörgő hangjait szavának, kit ma képzelnétek Isten haragjának. Ég a nap melegtől a kopár szík sarja, tikkat szöcske nyájak legelésznek rajta. Nincs egy árva fűszál a tors köztkelőben, nincs tenyérnyi zöld hely nagy határmezőben. Egy. Csak egy legény van talpon a vidéken, meddig a szemellát puszta földön égen. Szörnyű vendégoldal reng araszos vállán, pedig még legénytől sem pehelyzik állán. Itt van immár a had Lacfinádor hada, itt kevély hadában Lacfi Endre maga. Hé, paraszt, melyik út megyen itt Budára? Kérdi Lacfi hegykén csak amúgy félvállra. Paraszt, én. Emígy füstölök magában. Hát ki volna úr más széles határban? Toldi György talán a rókalelkű bátya, ki Lajos királynál fenn a tányért váltja. Azzal a nehéz fát könnyedén forgatja, mint csekély botocskát végénél ragadja, s mintha vassá volna karja maga válva. Még csak meg se rezzen a kinyújtott szálfa. Elvonul a hadnép hosszú tömött sorban. Toldiról beszélnek az egész táborban. Toldi meg nagy búsan hazafelé ballag, vaskos lábnyomától messze reng a parlag. Így vesződék Miklós nyers haragos búban, de van drága dolog otthon nagy faluban. A fehér cselét közt a beteg se lomha, holmi kisvásárnál népesebb a konyha. György van itthon, első szülötte a háznak. Látogatni jött most 40-ed magával, és a készhaszonnak egy felét fölenni, más felét magának tarsolyába tenni. György az édesanyját hidegen köszönté, bár ez a lelkét is majd elébe önté. Hát a másik hol van? Fanyalogva kérdi, senki sem hinné, hogy kedves öccsét érti. Szénát hord szegényke, künn a béresekkel, hívatom. De György úr ezt rikoltja, nem kell! Nem kell. És e két szó úgy esik anyjának, mintha a szívébe nagy kést mártanának. Nem kell. Ím azonban kelletlen, hivatlan, a fiú betoppan, szíve égő katlan, belsejét még most is fúrja és faragja szégyenítő búja, búsító haragja. Amint látja Györgyet, hirtelen, váratlan, karja ölelésre nyílik akaratlan, de az eltaszítja testvérét magától, gőgösen fordul el jó atya fiától. Most van a dandárja réter a munkának, de foga nem fűlik ahhoz a gazdának, hogy parasztnak is rossz, lebzsel, kész akarva. Noha bírna dolgot, mert erős, mint marha. Átok és hazugság minden igazádban. Egy betűvaló sincs Toldi György a vádban. Azért, hogy senkinek láb alatt ne legyek, nem bánom én, igen, akár ma elmegyek. De ami az enyém, azt elviszem innet. Add ki, bátya, tüstént, ami engem illet. Add ki a jussomat, pénzt, paripát, fegyvert. Azon túl az Isten áldjon minden embert. Itt a juss kölök! Ne mondd, hogy ki nem adtam! György kiállt, és arcul csapja szintú csattan. Toldi Miklósnak sincs ám galamb epéje, bosszúállás lelke költözik beléje. Most a szörnyű gyermek karját eleresztő, fejét és szemeit búsan lefüggeszté. És mintha most ocsúdnék forró hideg lázból,
tántorogva ment ki az apai házból. Hé, fiúk! Amott ül egy túzok magában. Orrát szárnya alá dugta nagy buvában. Gunnyaszt? Vagy dög is már? Lássuk, fölrepül-e. Meg kell a palánkot döngetni körül-e. Tűrte Miklós, tűrte, ameddig tűrhette. Azzal áll a bosszút, hogy csak fel sem vette. De midőn egy dárda válla csontját érte, iszonyatos képen megharagudt érte. Elrepült a nagykő, és ahol leszálla, egy nemes vitéznek lőn szörnyű halála. Mint olajütőben szétmállott a teste, és az összetört hús vérolajt ereszte. György haragja pedig lészen rendkívüli, mert vitéz szolgáját igen keserüli, és hogy öccsét bíró hírivel megrontsa, el kell fogni nyomban, az kemény parancsa. És mint a toportján, ha juhász kergette, magát egy kiszáradt nagy nádasba vette, ott is azt susogta a nád minden szála, széles-e világon nincsen árvám nála. 3 napig magát ekképp vesztegette, 3. nap a nád megzörrent megette. Bence volt az, régi hű cseléde, akit anyja küldött fölkeresésére. Jaj, eszem a lelket, bejó, hogy meglellek. 3. napja már, hogy mindenütt kereslek. Itt a tarsolyom, fogd, és egyél szépen, ne. Sült hús, fehér cipó, kulacsbor van benne. Nem születtem arra, érzem ezt magamban, hogy itt békamódra káka között lakjam. Nem is teremtőztem béresnek, villásnak, hogy petrencét hordjak akárki fiának. Már csak arra várok, hogy bealkonyodjék, a világ mezőrül hazatakarodjék. És akkor nyakamba veszem az országot, szél sem hoz felétek én rólam újságot. Ezt izente Miklós. Akkor a hűszolga az üres kulacsot tarsolyába tolta. Ment is volna, nem is, gyakran visszanézett. Végre a töretlen nád közt elenyészett. Jő az anyafarkas szörnyű ordítással, rohan a fiúnak, birkoznak egymással, körmeit Miklósnak a vállába mártja, száját a fejénél, 2 araszra tátja, mert amint a nőstény ölre ments birokra, megszorítja torkát Toldi 2 marokra. Akkor fogja Toldi, jót kanyarít véle, és a kanhoz vágja, mely rohan feléje. Gyorsan fölvetette őket a vállára, úgy indult veszélyes éjjeli útjára. Hátul a 2 farkas csüngött a sarkáig, vissza sem tekintett az anyja házáig. Kertre nyílik a ház egyik ajtócskája, ott van Toldinénak a hálószobája. Nyitva áll az ajtó, látszik a György ágya, hosszú fehérkendőt terít a holdrája, ott lesi Miklós a szúnyogháló mellett, Györgyből miképp hortyog kisbe a lehellet. Azzal a 2 farkast az ölébe vette, az öreg nyoszolya szélire fektette. Édes anyám asszony, ne féljen kegyelmed, nem hozok a házra semmi veszedelmet, felmegyek Budára bajnok katonának. Mutatok valamit ottan a királynak. Ki járt itt? Mi járt itt? Így óbégatának, hogy a 2 farkassal reálkodának. Ez a Miklós dolga, ezt más nem tehette. Utána, utána, ilyen szedte vette. Miklós messze tette magát azon éjjel. Szembeszállt esővel, villámmal és széllel. Ki volt úti társa a kietlen pusztán? A nap ment utána, a kék égen úszván. Sietett, ám bár vala fáradt,
Estenden meglátta a budai várat, és még nem ment le a nap, midőn odaére, híres nevezetes Rákos mezejére. Rákosnak mezője tőszomszédos Pesttel, Pest alatt ért össze utasunk az Esttel. Találkoztak pedig egy temető mellett, temetőben új sírdombja sötéten lett. Jaj, fiam, ne kérdezd az én esetemet. Ma temettem el két vitéz gyermekemet. Duna szigetében gyilkolá meg egy cseh. Isten a pokoltól soha meg ne mentse. Tegnap állt ki az ő két levente fia. Nem volt fél országban olyan pár dalia, nem volt a világon olyan jó két gyermek, és most egymás mellett egy sírban hever. Toldi György pedig len kigondolta bölcsen, hogy egyik szavamat másikba ne öltsem. Kigondolta, mondom, kifőzte magában, miképp legyen úrrá öccse vagyonában. Hát előbb, mint Miklós, ő is Budán termett, hogy Lajos királynál megássa a vermet. A király azonban ilyen képen szóla. Nem is hallottam még, hogy testvéred volna. Udvaromban miért soha nem vezetted? Be sem is mutattad, meg sem ismertetted. Egy erős cseh víj bajt Duna szigetében. Sok derék vitézen múlt ki már kezében. Hadd jöjjön fel öcséd, és álljon ki azzal. Ha győz, úgy derékfi, méltó kegyelemre. Ha nem, úgy vétkért meg leszem büntetve. Neki már világ és törvény szerint vége. Jól tudom, rám nézne földi öröksége, hogy ki legméltóbb rá felséget tudhatja. Királyi adományképen annak adja. Öcséd örökségét jól van, elfogadom. S rá te vagy legméltóbb, tehát néked adom. Olyan feltétellel adom pedig néked, hogyha holnap a cseh bajnokot kivégzed. Mondom, nekem nem kell az öcsém vagyonja. Én lemondtam róla. Lelkemet ne nyomja. Így szólott, s köszönt a felséges királynak. Hazament, s neki állt otthon a hajának. Neki esett tépni, homlokát öklözni, csak lesték a szolgák, kell-e már kötözni.